Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Január 5-e, az utolsó nap ennél a jó szellemek éjszakájánál. Egy időben, tehát január 5-én nem csak ez a misztikus éjszaka van, hanem egy portálnap, amikor kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ennek van gyógyító hatása, kinyílik egy kapu a spirituális terület felé is. Ezen az estén tartok egy szertartást, és összefoglalom a témákat, a jó szellemek éjszakáját ezzel a portál nappal. Jelentkezhettek e-mailen keresztül erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy milyen témákról van szó, erről beszámolok most ezen a felvételen. Először is megemlíteném azt, hogy a jó szellemek éjszakáján kívánhatsz valamit. És ez a kívánság megvalósul. Ahogy átéled ezt a napot, január 5-ét, ezt az energiát, vagy ezeket az eseményeket automatikusan átviszed ez év decemberére. Hogy milyen témák vannak a jó szellemek éjszakáján az december hónappal, illetve a nyilas jegyével áll összefüggésben. A nyilas jegye jelenti a mozgást, az utazásokat, külföldi kapcsolatokat. Ez az út lehet egy belső út is, vallásos témák, vagy egy spirituális terület. A nyilas jegye mindazt szimbolizálja, ami mozog. Ez lehet sport, ez lehet autó, ez lehet egy változás, vagy utazások. Ami még fontos a nyilas jegyénél, hogy kellenek a célok, egy konkrét irány. A nyilas jegyében van egy nyíl, és ez a nyíl mutatja a mi galaxiánknak, a mi tejútunknak a központját. És ez a központ jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és ahogy te elképzeled a jövődet, ebbe az irányba kell tekinteni, és nem szabad a célokat feladni. Amiben még segít ez a szertartás, hogy óv a baleseteknél, hiszen mozgásról, gyakran utazásról vagy autóról van szó, és óv abban, hogy ne legyenek kellemetlen dolgok egy utazásnál. Ami az egészségügyi témát illeti, itt mozgásról van szó, azon kívül kihat a csípőre, ezekre a megbetegedésekre. Mint említettem, január 5-én egy portál nap is van, és ez egy kapcsolat a plejádokkal. Az, hogy mikor van egy portál nap, ez a maja kalendáriumból van. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon. Dendera Susanna Medici. Ott minden nap elolvashatod, hogy hol tartunk ebbe a maja naptárban. Ebben a naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. A 13-as szám a majáknál egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, a 13-as szám szerencsét hoz. Tehát vannak ezek a hullámok, ami egy hullám 13 napig tart, ez olyan, mint nálunk a hét. Jelenleg benne vagyunk a harmadik hullámban. Ennek
az a lehetősége, hogy kapcsolatokat keressünk másokkal. Persze az is lehet, hogy valaki beleavatkozik a dolgokba, az lehet egy kellemetlen téma. Amit ez a hármas szám, ez a hármas hullám még jelenthet, hogy összefogsz valakivel, ez lehet a társad, ez lehet egy kolléganő, lehet egy barátnő, és együtt lesz egy új irány, vagy együtt ki tudtok építeni valamit. Január 5-e az a hatodik nap ebben a hármas hullámban, és a hatos szám utal a múltra. Egy kicsit olyan nosztalgikus, vagy vannak szép emlékek, vagy az is lehet, hogy valaki gondol rád, és visszatér a múltból. A maja naptárban naponta vannak szimbólumok. Január 5-én a szimbólum az eb. Lefordítva ez egy embert jelent, tehát a mi énünket. Azon kívül a mi utunkat, a mi életutunkat, ahol elgondolkozhatunk azon, hogyan tovább, milyen irányba. És ehhez passzol ez a kirakás, hiszen itt az életutakról van szó, a tiédről, az övéről, esetleg egy közös életút tervezéséről. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Asztrológiával együtt 10000 forint. Én az indiai asztrológiával dolgozom. Itt bal oldalon vannak a te kártyáid. Veled szemben az övé. És itt középen ez a kép mutatja azt, hogy mi köt össze benneteket. Ez passzol a nyilas jegyéhez, hiszen itt van mozgás, előre mennek a dolgok, ezek lehetnek utazások, majd ő kezébe veszi a dolgokat, közeledik hozzád, mozgásba jön. Itt bal oldalon vannak a te kártyáid, itt szerelemről van szó. Persze ez a szív jelentheti mindazt, amit kedvelsz. Ez lehet a család, ez lehet a munkahelyed, ezek lehetnek barátok, de a fő téma a szívnél az a szerelem, a párkapcsolat. Itt látható a kereszt, tehát erősítsd a hitedet, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva, és a csillagok szerencsét hoznak. A kereszt jelent egy találkozást is, hiszen a sors utatok újra kereszteződik. Amit a kereszt még jelent, azok a döntések, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. A nap megvilágítja az utakat, tehát itt lesznek tiszta döntések, vagy tisztázódik valami, vagy tisztán látod a helyzetet. A nap hozza neked a sikereket, hiszen megvan ez a kisugárzásod, sőt, megvan a vonzalom kettőtök között, és a csillagok hozzák majd a szerencsét, ami őt illet. Itt jelenleg a fő téma ez a park, ami jelenti a nyilvánosságot. Ő azt akarja, hogy megjelenjen a nyilvánosságon, hogy mások észrevegyék őt, megkapja a dicséretet, vagy azt is jelentheti, hogy felvállal téged a nyilvánosságon, vagy tervez valamit, lesz egy meghívás, és megjelentek a nyilvánosságon. A ház az lehet az ő otthona, vagy a szülői ház, a család, a rokonok, a hold jelentheti az anyukáját, amit a ház még jelenthet, hogy tervez veled egy közös otthont, és itt van a gyűrű, ez lehet egy eljegyzés, egy házasság,
És a hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Ami a munkát és a hivatást illeti, ő szeretné azt, ha megkapná az elismerést. A ház az jelenthet munkát otthonról, vagy valaminek a kiépítését. Ez lehet egy saját cég kiépítése is. És akkor a gyűrűk jelentik a szerződéseket. Pontosan ez az álma, ez az elképzelése. Visszatérve erre a lovas férfire, ez lehet egy más férfi is a múltból, aki visszatér hozzád, ami pedig a lelki társadat illeti, ő irányítja majd a dolgokat, lesz mozgás, vannak elképzelések, és szeretne valamit kiépíteni, kell a stabil párkapcsolat, de a stabil anyagi helyzet, hiszen a munkáját illetően is szeretne valamit kiépíteni. Az is lehet, hogy vannak ilyen kereskedelmi kapcsolatok, utazások, külföldi kapcsolatok. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!